Csiri cserere, lompalotába gyere be. Tillili-tülügű csere-csiri, hogyha bejöttél, ne menj soha ki. Tillili-tülügű csiri cserere, lompalotába gyere be. A madarak és fák napját ünnepelték Pesterzsébeten. Azt szokták mondani, hogy a májusi eső aranyatér. Nos, ennek megfelelően az időjárás bőkezű volt, ami az aranyat illeti, mivel az egész rendezvény ideje alatt esett az eső. De ez senkinek nem vette el a kedvét attól, hogy jól érezze magát a Baba Parkban. Az ovikból, iskolákból és a kerület különböző részeiről érkező gyerekeket és felnőtteket Szabados Ákos köszöntötte. Köszönöm a kísérő pedagógusoknak és a szülőknek, hogy lejöttek. A kedvezőtlen időjárás ellenére mondhatom, hogy nem így volt megrendelve, és nem is így terveztük, de remélem, hogy ettől függetlenül mindenki nagyon jól fog szórakozni, és jól érzi magát ezen a közös délutánon. A délután további részében sor került a környezetszépítő közösségek, azaz az óvodák, iskolák és a társas és kertes házak részére meghirdetett pályázat győzteseinek kihirdetésére és elismerésére. Idén egy komplex pontrendszert vezettünk be az értékeléshez, amely megpróbálta követni a madarak és fák napi hagyományokat, azokat az értékeket, tevékenységeket kiemelve, mely szűkebb és távolabb környezetünk védelmét segíti. A természet megismerését, zöld felületeink, kertjeink gözös gondozását. Egyrészt fontos szempont volt maga a kert, a környezet rendezettsége, az esztétikum, a kreativitás, a tisztaság és a növényzet védelme. Vizsgáltuk, hogy a kiskertekben milyen haszonnövények jelentek meg. Gyümölcs, zöldségek, fűszernövények. Szinte felsorolni sem tudom, milyen széles a paletta a kerületi intézményeinkben. Szőlő, körte, cseresznye, eper, ribizli, egres. Külön díjaztuk a tanösvényeket, tankerteket, ciklakerteket, csoport vagy osztályágyásokat. Ti palántákat ültettek, hagymákat dugványoztok, gondozzátok a gondosan kialakított ágyásokat, botanikus kerteket. Ti csíráztatjátok kiültetésre kerülő növények egy részét, és így nyomon követhetitek a növény fejlődését a magtól egészen a termő kifejlett zöldségig. Idén új szempontként megjelent a biodiverzitás és a fajta védelem is, őshonos növényeink megtartása. És idén szempont volt a kerti tavak állapota, élővilágának sokszínűsége is. Hatalmas gyönyör volt ezeket megnézni. Illetve a globális felmelegedésnek köszönhetően egyre fontosabbá váló locsolást is, miként oldja meg némelyik intézményünk. Másrészt, ami nagyon fontos volt számunkra, külön vizsgáltuk a szülők, a diákok, a gyerekek bevonását a kertészkedésbe és a közösségépítő programokat, illetve a környezet és természetvédelem jelenlétét az oktatásban és a nevelésben. Kiemelten díjaztuk a komposztálók használatát, a szelektív hulladékgyűjtést, a bogárvizsgálókat, a bogárházakat, a madárodukat és az etetőket. Több intézményen a lehullott levelek és a lenyírt fű már nem hulladék, hanem a talaj minőségét javító komposztanya. Köszönet érte. És egyre több intézményen honosodik meg az egy gyermek, egy virág akció is. Idén csatlakozva a Mentsük meg a kiserdőt akcióhoz külön pontokkal díjaztuk az óvodákat, akik madárodukat készítettek, hogy kihelyezhessük azokat a pesterzsébeti kiserdőben. A délpesti kórház mellett szinte gondozatlanul, részben gazdátlanul hevel kerületünk egyik természeti kincse, csodálatos patakpartjával, gazdag hüllő, kétéltő és kisemlős populációjával, és rengeteg gyönyörű hangú énekesmadárral. Úgyhogy köszönöm minden óvodának, amelyik részt vett az odukészítésben, és segítettek megismertetni a kerületi óvodásokat a kiserdő madárvilágával, a madárvédelem fontosságával. Az oduk kihelyezésével kapcsolatban értesíteni fogunk mindenkit, hogy a helyszínen egy kisebb rendezvényen tehessük meg azt, és még egyszer köszönöm azoknak az óvodáknak, akik ebben részt vettek. Faludi György költő szerint azért szeretjük a madarakat, mert az emberek mellett az egyetlen élőlények, melyek jókedvükben fütyülnek, és énekelnek. A pályázatokat böngészve jókedvű lettem én is, mert ezek a kertek öngondoskodásra nevelnek, a közös ásás, ültetés, locsolás fejleszti a felelősségérzetet, és érdekes elfoglaltságot jelentenek nem csak a gyerekeknek, de a szülőknek és a pedagógusoknak egyaránt. Valódi közösségi kertek vesznek minket körül a kerületben, az iskolák és az óvodák udvarain. Kedves pályázók! Ti bizony nálunk felnőtteknél is jobban tudjátok, mit jelent vigyázni természeti értékeinkre, szeretni és gondozni a körülöttünk élő növényeket és állatokat. Mondjátok tehát el ezt a szüleiteknek,
és mutassátok meg nekünk felnőtteknek is, hogyan tudjuk megőrizni a kerületben a jó levegőt, a zöldet és a tisztaságot. A társasházak kategóriában emeletes tömbházak indulhattak, és nevükben a közös képviselő jelentkezhetett, és egy pontosan körülhatárolt közterületi parkrésszel, amit a tömbház lakói gondoznak. A pályázat elbírálása során mérlegeltük a terület nagyságát és a házak környezetének gondozottságát. Fontos szempont volt a tisztaság, a növényzetvédelme, a komposztálók használata, a szelektív hulladékgyűjtés, a konyhai kiskertek és a vetemények létesítése. És hát ha már egyszer madarak és fák napjáról van szó, akkor itt is figyelembe vettük a madárgondozást, a madáretetőket és az odukat is. Itt is egy komoly szempontrendszert alakítottunk ki, amiről csak néhány gondolatot mondanék el. Itt is, ha már az óvodásoknak említettem, akkor itt is elmondom, hogy a biodiverzitás, a fajtavédelem és a haszonnövények megjelenése, a virágok és dísznövények mellett az a kertes és társasházaknál is nagyon fontos volt. Rengeteg társasháznál, még a Helsinki úton is találtunk gyümölcsfákat, a Vécsei lakótelepen is, ami kifejezetten nagy öröm volt számunkra. Nagyon fontos volt a társasházak esetében is, hogy kik azok, akik komposztálnak például. Kik azok, akik még ma meg tudják oldani a locsolást. Ki az, aki abban gondolkozik, hogy locsoló rendszereket létesít, és hogyan tudják megoldani ezt a kérdést. A társasházak esetében az esztétikum és a kreativitás mellett nagyon fontos kérdés az is, hogy a lakókat miként sikerül bevonni, és hogy milyen közösségépítő programok hoznak ők össze a közös képviselővel közösen. A pályázatokat áttekintjük, akkor nagyon sok és fontos és pozitív és előremutató dologgal találkoztunk. Talán ez volt az egy, ahol egy társasház kivételével még van mit fejlődni. Azt gondolom, hogy az ilyen közösségi programokat, hogy ne csak egy-két nyugdíjas ott élő gondozza a társasház előtti területet, hanem a lakók összessége és közössége, az még nagyon messze van sajnos a tökéletestől, de most induljunk el és próbáljuk meg, hát ha elmondjuk egymásnak, hogy ezen az úton jó haladni. Úgyhogy én nagyon szívből gratulálok minden pályázónak, és főleg a nyerteseknek. Rengeteg szép pályázattal találkoztunk, képviselőtársaimmal, amikor kimentünk megnézni. Az elismerések átadása után az egy évvel ezelőtti Csemetét a Csemetének elnevezésű faültető program családjai virágot ültettek az idén 2 éves csemetéig tavaly elültetett fácskáik köré. És persze a 2016-os év első pici babájának is ültettek egy fát a park közepére. 2016. január 1-én született, 17 óra 15 perckor, és madarász Maja Diana lett, és nagyon nyugodt, természetű, nem sír, most is alszik, addig örülünk, még alszik, és nem tudok más mondani róla. Ő volt a 2016-os év első szülöttje itt Pesterzsébeten, és most ezért kaptatok egy szép fát, fogjátok ezt majd gondozni? Igen, szeretnénk mindenképpen, nagyon örültünk neki, hogy ki tudunk ide jönni, mert ez egy nagyon jó környezet, lakóközösség is. Mi itt laktunk most a Téglagyár téren, közel van egyébként, és Hanna is nagyon örült, hogy vannak ilyen rendezvények. Hát még Maja nem tudja élvezni, de reméljük, hogy a közeljövőben fogja. Mennyit szoktatok egyébként kijárni akár ilyen rendezvényekre, akár csak úgy a hétköznapok során kimenni, sétálni parkokba vagy terekre? Hát az az igazság, hogy én nagy részben egyedül vagyok otthon a két gyerekkel, de napi szinten kimegyünk a játszótérre, mert Hanna igényeli, mert ő nagy mozgásigényű, valamint Majának is muszáj, hogy a levegőn legyen, mert az természetesebb neki, mint bent. És a későbbiek folyamán, bár úgy látom, apuka már most ülteti a virágot, éppen azt szerettem volna kérdezni, hogy fogtok-e majd virágot ültetni, de ezek után már fölöslegessé vált a kérdés. Hát akkor nagyon sok boldogságot nektek, és köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen! Tavaly ti 1 évesek voltatok, amikor elültettétek ezt a fát? Igen, 1 évesek voltunk, amikor elültettük. Mi a neve a kis hölgynek? Gallai Petrának hívják. És akkor most ő 2 éves? Igen, 2 éves. Most töltötte március 17-én. Ennek örömére virágokat ültetünk a fa köré. Milyen virágok ezek, és milyen a fa? Hogy nőtt? Mennyit nőtt az eltelt 1 év alatt? Ezek, ha jól tudom, begóniák, ugye? És úgy látom, 2 rózsaszín, egy piros és egy fehéret ültettünk, és korábban ugye ezt a házfát
kutyát ültettük. Hát szerintem szépen nőttek, mi az elején azért rásegítettünk, mert tavaly azt hiszem, hogy egy kicsit, ha lehet így mondani, szárazabb volt, és akkor néha locsolgattuk, de egyébként itt mindig jöttek, és akkor locsolták a fákat. Meg most vettük észre, hogy ugye szépen rendbe rakták, mert ezek szerint az egyik ágával gond lehetett, mert úgy levágták, és ott valamit lekezeltek rajta. Kis hölgyet mennyire érdekli, most nagyon nézi a virágot, mennyire érdekli egyébként a környezete? Hát ő nagyon szeret itt lakni, mert itt lakunk mi a mediterrán lakóparban. Sokat szoktunk ide is kijárni, ebbe a babaparba, mert itt van az egyetlen olyan csúszda, ahol a lépcsőn ugye fel lehet rá menni, és akkor ő ide szokott jönni, meg hát ugye a nagyoktól is el szokta lesni, hogy akkor hogy lehet a vási csúszdán lejönni, meg itt a homokozóban is szoktunk lenni, úgyhogy ennek kifejezetten örülünk, hogy létrejött ez a babapark itt. 2 évvel ezelőtt a Magnetbank szervezésében kezdődött el ez az akció. A gyermekek szülei elültettek egy-egy fát, házfát, és mellé adott az önkormányzat egynyári virágokat. Azóta ezeket a házfákat minden évben gondozzuk, és minden évben ilyenkor, itt tavasszal összegyűlünk a gyermekek, szülők segítségével, és megnézzük, hogy mi maradt a fájukból, lett-e, fejlődtek-e szépen, növekednek-e szépen, évközben gondozva voltak-e. Tavaly is ugyanígy egynyári virágokat ültettek a szülők a gyermekek segítségével. Egész évben nagyon szép volt, és pompásan virágoztak a növények. Az eseményre kilátogatott Tóth Olivér is, aki egyedi tervezésű bringáival nyűgözte le a parkban ünneplőket. A csapatot a család alkotja, édesapám, bátyám és jó magam. Így találjuk ki ezeket a kis érdekes járműveket, és próbálunk uget hozni a szórakoztatásba. Hány ilyen járművötök van már? A választék az nagyon nagy. A trükkös bringa parkunkból több mint 25 féle biciklit tudnék említeni. Emellett van egyedülálló elektromos átforduló hintán, különféle érdekes elektromos járművek, szivacslabdaágyú, és még sorolhatnám. Ha a bringákba egy kicsit belemegyünk, azt mondtad, hogy több mint 20 fajta van. Hogyan lehet kitalálni mindig újabb és újabb dolgokat? Az ötletek azok sokfelől érkeznek, egyrészt a vendégektől, akik kipróbálják, másrészt mi magunk, akik kutakodunk, nézelődünk és összeállítunk a fejünkben egy-egy újabb találmányt, úgyhogy leginkább innen származnak az ötletek. Hosszú téli estéken, amikor pihenünk otthon a kandalló mellett, akkor találunk ki egy bringát, és tavasszal megvalósítjuk, és hozzuk ki ilyen rendezvényekre. Mennyire nehéz ezekkel a járművekkel közlekedni? Lehet-e egyébként az utcán is közlekedni velük? A közúton nem lehet használni ezeket, viszont bárhol, bármilyen síkterepre alkalmas ez. A babaparkos rendezvény után a Dunaparton lévő hullámcsónakháznál avatták fel Pest Erzsébet legújabb játszóterét. Méghozzá egy úgynevezett vizes játszóteret. A napról és további fejlesztésekről Szabados Ákos polgármester beszélt. Nagyon szépen köszönöm, hogy ide is lefáradtak. Én kérek elnézést az időjárásért, mert most már más mentségünk nem lehet. Szeretném önöknek elmondani, hogy ez a terület, ha lassan is, de biztosan fejlődik, ahogy lehet látni. Ott a kerítés túloldalán majd közösségi kertek kerülnek kialakításra, és ez a vízes játszótér is még tovább fog majd az elkövetkezendő időkben bővülni, meg azok a gyerekbetegségek, amiket itt a gyerekek tapasztalnak a játszótéren, folyamatosan javításra vagy pótlásra kerülhetnek, hogy még színesebb és még látványosabb lehetősége legyen az ide lejátogató családoknak. A túloldalon lévő csónakház az teljes egészében megújult, felújításra került. Ott reményeink szerint olyan programokra kerülhet sor az elkövetkezendő időben, amely a kerület lakosai számára kikapcsolódás, szórakozás teszi majd lehetővé. Egész évben tervezzük, hogy nyitva lesz a szolgáltatásaival együtt, és a mellette lévő csónakházak is folyamatosan megújulnak. Hadd dicsekedjek el a jelenlévőknek, hogy a Kajakkenu Szövetség most már hány gyerekkel? 78 gyerekkel indította el az SMTK Egyesületén belül kajakkenú szakosztályát. Úgyhogy van
elképzelésünk van, lehetőségünk a fejlődésre, fejlesztésre. Reméljük, hogy ez az Erzsébetnek ugyan eldugott pontja hamarosan újra felfedezésre kerül az erzsébeti lakosok, gyerekek, gyerekes családok számára, és legalább olyan élet lesz itt, mint amilyen volt a alapításkor az 1920-as évek elején, illetve az 50-es években visszatér ide a vízisport élet, és ide lejár majd a kerület apraja és nagyja szórakozni, kikapcsolódni. Úgyhogy én az időjárás ellenére még kívánok nagyon jó szórakozást, de főleg majd az előttünk álló nyári hetekre és hónapokra. Kérem, látogassanak el minél többször és minél többen ide. Harmadik éve, hogy erre a rendezvényre sor kerül, de ez az első év, hogy a Madarak Fák napi díjkiosztó ünnepséget is ide szerveztük. Természetesen a célja a családosoknak egy olyan program szervezése, nyújtása, amely évről évre megismétlődhet, és két olyan helyszínek a kialakítása, ahol nem csak ezeket a programokat lehet megtartani, hanem lehetőséget biztosítanak a családosoknak, a kisgyermekkel, kisgyermeket nevelőknek, hogy egy nyugodt, kultúrált környezetben tudják a szabadidőt eltölteni. Ugye az egyik helyszín fenn az uszoda közvetlen környezetében, ahol egyébként az újszülöttek szülei fát ültethetnek, amely örök emlékül szolgálhat valamennyünk számára, és gyönyörűvé teszi ezt a környezetet, amit itt kialakítottunk. A másik pedig ez a vizes játszótér, amely ma került megnyitásra, átadásra. Mi lesz a következő lépés, mi a következő terv, amit szeretnének ezen a területen megvalósítani itt Pesterzsébeten? Hát jelen pillanatban is sokan tapasztalhatják, hogy elsősorban a lakótelepi környezetekben és a főútjainkon, például most legutóbb a Török Flóris utca, de hamarosan sor kerül a Nagy Sándor utcára is, fásítást indítottunk. A betegségek, sérülések miatt kivágásra ítélt fákat, azokat kiszedjük. Ezt egybekötjük az útburkolat, illetve járdajavításával is. A lakótelepi környezetben pedig a parkosításra helyezünk most nagyobb hangsúlyt, és szeretnénk ezt nem csak egy akció keretében, hanem most több évre húzódóan a teljes kerületre kiterjeszteni. Ebben az évben én úgy ítélem meg, hogy jelentősen lépünk ebben előre. Én elnézést kérek, ha lehet most ezen a fórumon keresztül is azoktól, akiknek közvetlen környezetében azért ez gondot jelentett, mert a fakivágások, ezek az átalakítások sokszor zajjal, a környezetnek a szétbontásával járnak, de higgyék el, kérem, hogy a végeredmény az meg fogja hálálni és meg fogja szolgálni azt a türelmet, amivel a lakosok azért elviselik ezeket a munkálatokat. Talán még egy mondatot, hogy itt a Dunaparton a mögöttünk lévő vagy mellettünk lévő fejlesztések is tovább folynak. A most elkészült csónakház mellett a következő épület is megújításra kerül, már ebben az évben ennek látható jele és nyoma lesz, illetve megindul majd itt ez a közösségi kiskert építés is, ami itt a vízes játszótér mellett külön kerítéssel van lehatárolva.